Tömegbalesetek okoztak óriási torlódást az M5-ös autópályán. Kiskunfélegyházánál három autó ütközött össze a Szeged felé vezető oldalon. Abban a balesetben nem sérült meg senki. Táborfalva környékén két baleset is történt, az egyikben négy autó ütközött össze, ott hárman sérültek meg, és néhány kilométerrel odébb hat jármű ütközött össze. Abban a balesetben egy ember meghalt, és többen megsérültek. Az első baleset éjfél után nem sokkal történt. Négy jármű ütközött össze az M5-ös autópályán Táborfalva térségében. A főváros felé haladt egy személyautó, amikor szalagkorlátnak ütközött. Megpördült, majd a forgalommal szemben állt meg. A kocsiba belerohant egy mikrobusz, annak pedig neki ütközött egy másik is, ami utánfutót vontatott. A járművekbe ezután még belecsapódott egy személyautó is. A balesetben hárman sérültek meg, őket a kecskeméti kórházba szállították. Láttam, hogy vészvillogozik egy autó. Félre is álltam, lassítottam, megálltam, de még mögöttem, akik jöttek, azok nem tudtak megállni, és beleszaladtak abba, aki vészvillogozott, és még az előtte balesetet szenvedőbe is. A rendőrök épp, hogy befejezték a helyszínelést, amikor a balesettől pár kilométerre hat jármű ütközött össze. Egy ember életét vesztette, és hárman megsérültek. Óriási a káosz az M5-ös autópályán, teljesen le kellett zárni a Budapest felé vezető oldalt. Egy kicsi szakaszon tudták csupán elengedni a személyautókat, sajnos a nagyobb járművek, mint hogy kis teherautók, kamionok ugyanúgy beszorultak, tömegkaramból történt, hat jármű, kis teherautók és személyautók ütköztek össze. Nagyon sok a kérdőjel az ügyben. Szinte ezzel egy időben az autópálya 106-os kilométerénél a Szeged felé vezető oldalon három autó ütközött össze. A rendőrök a helyszínelés és a műszaki mentés idejére Budapest felé teljes szélességében lezárták a strádát. Mindkét oldalon komoly torlódás alakult ki. 6 óra 15-20 perc körül érkeztünk ide, állt az egész pálya. Nem tudjuk, hogy mikor fogják feloldani. 2 óra fele lejár a munkaidőnk, lehet, hogy haza se érek addig. Személyautókat visszaküldték, buszokat visszaforgatták, mi nem tudunk visszafordulni, itt állunk. A rendőrök arra hívják fel a figyelmet, hogy az ünnepek előtti rohanásban is be kell tartani a közlekedési szabályokat, és a megváltozott út és látási viszonyoknak megfelelően kell közlekedni.